Eszterházy Péter, oratórium balbulum, töredék, EP-nek. Első tétel. Kik vagyunk? Anyag, papír, tárgy, szerkezet, színes papírforgó. Narrátor. Ach, a narrátor, ach, a narrátor! Akkorát sóhajt, hogy az önálló előadó esnek is elmenne. Bravúr sóhaj, sóhaj ária a szuszogás és nyögés segédcsapataival. A narrátor talán recitál. Ebben a pillanatban az írásében nem eldönthető, hogy mindez zárójeles megjegyzése, aféle színházi utasítás és főként a szerzők megerősítésére szolgál, hogy tisztában legyenek. Hát a szokásos, merre hány centi, hol lakik az Úristen, vagyis hol vannak, mit akarnak és mit remélhetnek. Vagy mindez már a valóság. Azaz valóságos szöveg. Mindig mindenben majd a zene dönt. Ezt hiketnunk, nagy kedvel és kajánsággal emlegetjük. Hogy a felelősséget hárítjuk-e el gyáván, vagy csak a zene természetét értettük meg végre, és vettük józanul tudomásul, még nem eldönthető. Illetve természetesen ezt is a zene dönti el. A mű 5 tételből áll. Mindegyikhez rendeltünk címet, valamint egy rájellemzőnek vélt anyagot és tárgyat. Az egyes tételeket külön térként képzeljük el, részint ebben halad, lép a gondolati cselekmény, részint ebben úsznak az úgynevezett képek, különálló, de a térhez kapcsolódó jelenetek. Eleget magyarázkodtam. Én vagyok a narrátor. A prózás. A próza mencs. Bőbeszédűségem strukturális, vagyis nem javítható hiba. Az majd később derül ki, hogy fecsegésem szükségszerű ismétlései, kiirtandó önismétlések-e, avagy átgondolt motívumrendszer. Itt bárki ismételhet bármikor mondatot. Az ismétléseket olykor jelezzük, olykor nem. Ha tényleg sok a szó, akkor akár véletlenszerűen, nyilván ötvösszerűen válogathatunk bennük, valamelyest úgy, ahogy Cage az Ulysses-ben. Bármit tekinthetünk főszövegnek vagy segédegyenesnek. Nem radírozunk! Alig blöffölve azt mondanám, ez egy nyitott rendszer. Ötvös Pétert fölkérte a bécsi filharmonikusok egy oratórium írására, ő pedig engem a szövegre. Ez, mint egy elővázlat, előtanulmány. Ebből lesz németül kiválva a végleges, ideiglenes változat. A bemutató tervezett időpontja 2016. Angyal. Apuskám. Apuskám, ez tiszta opera aperta. Itt bárki, bárki ismételhet bármikor. Bármikor ismételhet bárki mondat. Proféta. Mikor? Narrátor. Ez csupán egy példa volt. Ha volt. Bárki bármikor átveheti bárki szövegét. Arcunk állarc. Ezt akarjuk mondani? Nem akarunk semmit. Én vagyok a narrátor. Lesz angyal is a szakralitás vége. Személyes véleményem szerint sok köszönet nem lesz benne, kicsit be is van rúgva. Inkább kedves, mint agresszív. Férfiként gondolunk rá, de két férfi nem szerencsés színpadon, tehát vagy nő lesz, vagy kontratenor. Vagy majd a főnök megmondja, lásd ajánlás. Lesz proféta is, a másik férfi, hogy mondjunk valamit a jövőről. Anélkül, hogy ismét személyes megjegyzés, tudnánk, lesz-e jövő?
De hát szokott lenni. Ahogy a nap is, rendre föl kell másnap. Profétánk dadog. Akinek fontos a szó, annak nehéz is. Ezt többnyire jelezzük, de félő, hogy majd el fogunk felejtkezni róla, ám a dadogás, hogy úgy mondjam, örök. Oratórium függő. Proféta dadog. Ha van idő, akkor van jövő is. Narrátor. Itt mindenki dadog, én nem. Tréfáltam. Oratórium balbulum, dadogó oratórium. Olykor eltéveztem a hangot, úgy beszélek, mintha én volnék az Úristen. Scusi, hanghordozás kérdése. De nem én vagyok az. Nem én mondom meg, mi történik itt. Proféta. En aki en logos. Narrátor. Kezdetben vala a szó, János evangélium eleje. Logosz, logosz, persze, logosz, de az itt nem számít. Itt csak a zene számít. Itt minden zene. Csak én nem. Itt bármikor megszólalhat. A zene! Nem szólalt meg. Ha volna, megvonnám a vállam, de csak hangom van. Azt állítanám hát, hogy a zene az Úr, meg hogy a csönd is zene, minden. Ezt majd a második tétel tárgyazza. Van itt akkor még ez a kórus, nagyképűek. Más nem is mondok. Kórus, szigorúan, halleluja! Narrátor, ha kell, ha nem, ezek hallelujáznak. Aztán meg nem tudják folytatni. Proféta, halleluja, nekem egy oratórium kezdődjék, hallelujával, angyal. Nincs itt egy logopédus. Ebben a jelentős teremben. Wien, Ficker, Walzer, Bach, Händel, Wittgenstein. Proféták dadognak, angyalok motyognak. Szép kis virtschaft. Kórus. A proféták dadognak, az angyalok motyognak. Szép kis virtschaft. Wien, Ficker, Walzer, Bach, Händel, Wittgenstein. Angyal. Halleluja! Hol volt, hol nem volt. Egyszer régen berúgtam Nietzsével. Azóta sem sikerült kijózanodnom. Igaz, nem is próbáltam. Prosit! Kórus. Halleluja! Narrátor. Lényegében ebben az idegesítő gépieséggel újra fölhangzó hallelujával zárul az első tétel. Ah! Majd elfelejtettük becsúsztatni a képet a térbe. Akkor csúsztassuk. Kép. A proféta nem kizárólag elvont figura, lehet akár egy lottózó, aki minden héten tévedhetetlenül megmondja a helyes öt számot. Proféta. A helyes öt száma héten pedig kórus. Halleluja! Proféta. Halleluja nem szám. Öt az szám. Kórus. Öt, fünf, fünfi, fünfel. Csönd, proféta. Ez az. Tovább. Négy, fia, fi, fiatli. Narrátor. És ez így megy tovább, három, kettő, egy. Ha valaki ezekkel a számokkal nyerne, tartozik 100%-ot fizetni a BMC-nek. Proféta. A helyes öt szám, én megmondom, mi a helyes öt szám? Ám rendszerint többnyire általában mindegyre újra, meg újra, azaz szinte mindig nem ezeket nem húzzák ki. A szerencse mocskos keze máshová markol, nem a helyes ölbe.
Kórus. A szerencse mocskos keze, narrátor, ráripakodik, kórus erre kussol. Halleluja!